Üdvözlöm az Alfalu TV nézőit, heti műsor összefoglalónkat láthatják. Elsőként Balázs Verával készült beszélgetésünket hallhatják, amelyben a Survivor túlélő sorról, a Fülöp-szigeteken töltött időről mesél. Ezt követően pedig az idei gólyabál legemlékezetesebb pillanatait mutatjuk meg önöknek. Tartsanak velünk! Nemrég ért véget a Survivor túlélő show az RTL Klub műsorán, amelyet Gyergyóalfaluban kivételes figyelemmel követtünk, hiszen községünk lakója, Balázs Vera is a versenyzők között volt. Vera 39 napot töltött versenyben a Fülöp-szigeteken, ahol a legkülönbözőbb próbatételekkel kellett szembenézzen, a legnagyobb kihívást pedig az jelentette számára, hogy ez idő alatt semmilyen kapcsolata nem volt a családjával. A felkészülésről, a verseny körülményeiről, a tanulságokról és az élményekről Vera otthonában beszélgettünk. Sziasztok! Balázs Vera vagyok. Jelenleg Gyergyóalfaluban vagyok, mert itt élek. Ez az én otthonom, ahol nap mint nap töltöm az óráimat. Itt a kis kertünk, mászófalunk. Annyit kell tudni erről a vidékről, hogy Románia egyik leghidegebb pontja, edznek rendesen a hideggel, a hegyek, a hegyeink körbevesznek, medencénk legalacsonyabb területe. Vera ezzel a bemutatkozó kisfilmmel és jó adag kíváncsisággal indult a műsor válogatóiba, ahol több ezer jelentkező közül választották ki azt a 18 versenyzőt, akik részt vehettek a túlélő showban a Fülöp-szigeteken. A részvételt sokféle egészségügyi és más vizsgálatnak, majd az előválogatásoknak kellett megelőzniük, amelyek egyre közelebb vitték őt a kihíváshoz, amelyet választott. A jelentkezésem az úgy történt erre a műsorra, hogy láttam az előző évadot, amúgy már nagyon vonzott az előző évadnak is a kíváncsisága, tehát már akkor kíváncsi voltam, mi történhet ott, de későn jelentkeztem az előzőre. Tehát kell tudni, már az előzőre is jelentkeztem, csak későn történt meg a jelentkezés. Már nem fértem bele a keretbe, kaptam a visszaigazolást, de már nem fértem bele a keretbe. És ahogy láttam az előző évadot, úgy vonzott, hogy én ezt biztosan tudnám, főleg a versenyek. Főként ezek a versenyek, hiszen a sportra épül az egész életem, és vonzott engem az a környezet, hogy ott milyen lehet, kevés kajával, és próbára akartam tenni magam azon kívül, hogy ott lebegett a 20 millió szemünk előtt, úgy az én szemem előtt is, ezért próbára szerettem volna tenni magam ebbe az egész versenybe. Amielőtt jelentkeztem ebbe a versenybe, már azelőtt egy olyan adatlap kitöltésén veszel részt már a jelentkezés során, hogy vannak már kizáró. Tehát már a legelső jelentkezésnél ott van, hogy van-e krónikus betegséged, ilyen egészségügyi feltételek. De ahogy az első casting megtörtént, tehát ez több lépéses casting volt, ahogy az első casting megtörtént, ott már szerre jöttek ki. Persze már a véghajrába, odáig, mikor eljutottál, egyszer egy pszichológia vizsga, orvosi vizsga, ezek alapfeltételek, hogy mindenkinek legyen. Családi háttér az nem volt, vagy esetleg nem volt ilyen különleges. Azon kívül, hogy mindenkitől megkérdezték úgy a vallási hovatartozását, mint azt, hogy milyen vércsoportja van, azon kívül komoly és kemény pszichológia vizsga volt, és orvosi vizsga. Én január végén kaptam azt a hírt, hogy mehetek az első castingra, és ez egészen áprilisig tartott. Tehát azt jelenti, hogy volt egy 3 hónapom, de erre nem akkor készültem fel, mikor megtudtam, tehát azelőtt már fizikailag mindig készülök valamire, tehát folyamatosan sportolok, és valamibe, tehát ezért is volt a legfőképp a jelentkezésem, mert valamibe szerettem volna befektetni ezt a sok munkát, amit évek óta felhalmozok, azt a sok neműséget a mozgástéren, amit csinál, végzek, mert végzem én az úszást, a futást, az edzéseket, komplex edzéseim vannak, és úgy éreztem, hogy valamiben ezt be kell fektetni.
És fizikailag, tehát ott vissza akarok térni, hogy nem kellett fizikailag erre már felkészülnöm, mert azon kívül, hogy ez egy más klíma, más földrajzadottságok vannak ott, mint nálunk, azon kívül adott volt minden. Viszont pszichikailag nagyon át kellett gondolni, hogy hogyan lehet ezt az egészet. Ebben nagyon sokat segített a férjem, mert nagyon sokat beszéltünk erről, elemeztük az előző évadot, hogy azért hogy lehetne, de nem vittem túlzásba, mivel nem akartam túlkészülni erre az egészre, hogy az egész a spontán mi voltját elveszítse. Ezért nem akartam és nem is állt szándékomba egy adott taktikát felépíteni, hogy most nem is volt bennem, hogy első törzsi tanács, második, hogy most kit PC-zek ki. Nekem az volt a fontos, hogy minél messzebb eljussak ebben a játékban. Tehát amikor kiérkeztünk, ugye legelőször azt tudni kell, hogy nem találkoztunk senkivel a legelső időszakban. Ahogy bekerültünk, volt egy hetünk, amit ott kint eltöltettünk, akklimatizációs időszak, bevezető felvételek időszaka, tehát ott volt egy hét, ami felkészülés a versenyekre, úgy mondom, hogy a veszélyeztetett zónák, vagy veszélyes állatok, vagy esetleg, hogyha valami történik, mert nagyon sok minden veszélynek voltunk kitéve, mint a medúzák, a tengeri sünök, vagy bármilyen légynek, ott volt a tűzlégynek a megcsípése, hogy hogyan tudjuk használni az ellenszereket, amik adottak voltak, vagy egy kígyómarás, ami elég gyakori azon a vidéken. Tehát erre készültünk fel eleinte, ekkor még társakkal nem találkoztunk, senkit nem látott. Az első pillanat a sáros harcnál volt, amikor bekerültünk, akkor csak így szemléltük egymást, tehát szerintem alig tudták felvenni az egészet, hogy annyira kíváncsiak voltunk már egymásra. Az első benyomásokat követték az első konfliktus helyzetek, amelyek során tapasztalhatóak voltak az íratlan szabályok, lehetett taktikázni, vagy egyszerűen önmagadat adni és vállalni ezt minden következményével együtt. A versenyek után voltak nagyobb konfliktus helyzetek nekünk, mivel volt olyan, amikor egymást hibáztattuk a vereségért, tehát azért, hogy kikaptunk, vagy például, hogyha győztünk, akkor ez kinek volt betudható, vagy mit lehet javítani a játékunkon, míg még egy törzsként harcoltunk, vagy esetleg a törzsi életbe, tehát hogy ki hogyan vesz részt az ottani munkába, tehát ott van 6 ember. 6-7 ember, ott alig várott, hogy valami konfliktus alakuljon ki, és ráállj valakire, csak a törzs az ne rád álljon. Tehát ez olyan dolog, hogy kizárjuk az emberek, azok olyanok, hogy a gyengébet, vagy épp az erősebbet, mindegy, hogy kit, csak egy valakit támadja, az zárt ki, de ne rajtad legyen a hangsúly. És ez nagyon, nagyon érződött itt kint is, hogyha egy apró szálka lehetett az egészbe, egy tűzgyújtás, egy vízhordás, egy kókuszkeresés, már gyorsan valakire ráugrottunk. Én hajlamos voltam mindig valakit valamiért hibáztatni, így kívülről átnézni az egész dolgot. És úgy gondolom, hogy ez egy ilyen védőmechanizmus volt részemről is, és a többiek részéről is, ha ilyen kialakult. Mert olyan jó így valakit hibáztatni, csak ne te legyél az. Mindegy, szidjuk őt, szidjuk, de ne te legyél azt, amikor kiborult a banános balhé. Hát az milyen jó volt, hogy ott volt Viki, akit megvédtünk, ott volt Szandi, akit hibáztattunk, mi bíráltunk körülötte, de nem én voltam a hibás, nem a Dávid, nem a Gábor, mi csak bíráltunk. De ha belegondoltunk abban a helyzetben, hogyha mi lettünk volna ebbe, és beleesettünk volna mi is ebbe a hibába, hogy azt mondjuk a Vikinek emberségből, hogy hát egyél már meg egy banánt, most nem látják a többiek, akkor nekünk is milyen rosszul esett volna, hogyha így ránk ugrik. Ezért is haladt úgy a játék aztán tovább, hogy segítettem Szandit, hogy maradjon benne. Aztán volt egy törzsi tanács, ahol igenis elég sokban benne volt a kezem, hogy a Szandi benn maradhatott, mert átgondoltam, mert én inkább ez az ember vagyok, ez az empatikus, hogy átgondolom a másik helyében magam, tehát hogy milyen lehetett neki az, hogy így kirekesztette az egész törzs, ott maradt egyedül az a szegény lány, és most ezért az egy banános balhé miatt azelőtt jó barátnők voltunk, tehát jó törzsi társak voltunk, vagy szövetségesek, hogy így mondjam, mert barátság az ugye nem tudott kialakulni ennyi idő alatt, és most mindenki ráugrott, tehát én így átlátva ezt az egész játékot utólag ezt látom, hogy ez egy védőmechanizmus mindenki részéről, hogy ráugrik másra, de ez azért jó neki, mert nem rajta van akkor a hangsúly abban a pillanatban. Szerintem mikor a versenyekről volt szó, akkor 100%-osan oda tettem magam, és számítottak rám, és ezt tudták is, hogy számíthatnak rám, mert mindig próbáltam maximálisat kihozni magamból, de amikor a törzsön belül voltunk,
akkor vagy elől, mindig perifériára kerültem, mert vagy túl elől jártam, vagy ki voltam rekesztve, tehát pont ezért a megnyilvánulásaim miatt volt olyan, amikor tartottak a magatartásomból kifolyólag tőlem, volt olyan, hogy ez már sok volt számukra, hogy ezért mindenkinek megmondom a tutit, de abban a helyzetben az ember így gondolja, hogy így a jó. Tehát én féltem mindig attól, hogy figyelmen kívül esek. Tehát, hogy nem akartam, hogy elsodródjak. És ezért volt mindig az, hogy amúgy mindig oda tettem, hogyha nem volt egész nap mit tennünk, tehát voltak ezek a játékok, a beszélgetések, néhány agyafúr dolog a törzsi tanács előtt, de mikor nem volt, amit tegyünk, akkor mindig valamit kitaláltunk, főleg az Emesével és a Benivel, mentünk és kerestünk valami kaját, gyümölcsöt, vagy mindig hajtottuk a száraz kókuszokat, mert száraz barna kókuszok voltak azok, amik már leestek, amilyen fehér, amilyet itthon is megeszünk. És azt nagyon meg kellett keresni, hogy az leesik, és aztán egy ideig az magába asszalódik, és attól lesz ilyen finom. És mi mentünk mindig, vagy éppen játszottunk valamit, vagy tüzet gyújtottunk, vagy tűzifát hordtunk. Próbáltam megkapni a helyem, csak ez pont nem erről szólt. Tehát én azt hittem, hogy ez pont erről szólt, de ez pont nem erről szólt. Ez pont arról szólt, hogy amikor nincs mit tegyél, akkor addig beszélgess, míg a magad malmára hajtod a vizet, folyamatosan a taktikákat kellett kigondolni. És voltak pillanataim, amikor ezt elfelejtettem. Azt hittem, hogy tényleg itt most túléltünk, meg volt ez a verseny, én itt oda tettem magam, és én nem esek ki. De ez egy olyan játék, ahol sokszor elmondtam a műsorvezető is, hogy sosem vagy biztonságban. És ezért gondolom úgy, hogy nem épp az a lényeg, hogy milyen csapatjátékos vagy. Tehát az volt a lényeg ennek az egész Survivornek, hogy egy olyan játékos legyél, úgy alakíts ki a szövetségedet, hogyha úgy kerül a helyzet, hogy te majd hátba is kell szúrni valakit, a végén, mikor jön a végelszámolás, ugye, mikor már csak ketten vannak benne, úgyis a szövetségesei tudjanak rád szavazni. Tehát úgyis a végén, akárhogy viselkedtél, a legvégén ők fognak szavazni. Tehát ezért ilyen kemény ez a műsor, és nem a nézők szavaznak, hogy engem szerettek abban a műsorban, vagy nem szerettek abban a műsorban, hanem a társaid, akivel együtt éltél, akivel együtt versenyeztél, vagy éppen beszélgettél, és tényleg, hogy én ez vagyok, és aki nem is ismer, de viszont ismeri azt, hogy milyen a székely, vagy esetleg ő maga is székely, az tudja, hogy mi ilyenek vagyunk. Tehát a mi emberségünk az olyan, hogy megmondom, ha tetszik, jó, ha nem, nem, kezdjél azt, amit akarsz vele. És én ilyen is voltam, tehát én ezt nem tudtam megtagadni, és nem is akartam. Sokan jöttek utólag ezzel a kérdéssel, hogy mit csinálnék másképp a műsor során, tehát mit változtatnék, mert ugye ez az alap, hogy én azt mondom, hogy biztosan többet taktikáznék esetleg, vagy ennyit úgymond nem állnék bele a vitákba, vagy nem kezdeményezném a vitákat, de önmagamat úgy se tagadnám meg, mert nem éri meg nekem az se, hogy esetleg van 20 millióm, de szembeköptem saját magam, mert én nem ez az ember vagyok. Tehát lehet, hogy ez így nagyon vagány és jól hangzik, hogy te vagy a Survivor, de nekem, ahogy én lejöttem a kamerákon, nekem az tetszik. Sokaknak nem tetszik, tehát a határon túli nézőinknek egyáltalán nem tetszett. De ők nem is tudtak azonosulni velem, viszont az itteni nézőink, az itteni emberek azok tudtak azonosulni, mert mi ilyenek vagyunk. És tudom, hogy ezek az emberek büszkék rám, a családom, a körülöttem lévők, a falutársaim, Erdély nagy része, és úgy vagyok vele, hogy a többi negatív az emellett eltűnik. Úgyhogy igen, kaptam én hideget-meleget műsor után, de valamiért nem érdekel, és azt szokták mondani, hogy negatív reklám is reklám. A folyamatos kihívások, nehézségek, a meleg és a kevés étel együttesen sem jelentettek akkora kihívást Vera számára, mint a családja hiánya, akikről semmit sem tudott a szigeten töltött hosszú napok alatt. A családom hiánya, az szerintem ez volt a legnehezebb. Tehát ez volt a legnehezebb szakasz a versenynek, túl a melegen, a páratartalmon, a kevés ételen, a társakon, mert ha valami történik itthon valakivel, vagy ha egész napodban van egy nagyon rossz dolog, vagy esetleg negatívot kapsz az életről, veszítesz, vagy nem jó a munkahelyeden, úgyis hazajössz a kis családodhoz, nekik elmondod, ők megvigasztalnak, vagy kapsz egy ölelést, de ott ilyen nem volt. Ott reggel felkeltél, ugyanaz volt, mikor másnap este lefeküdtél, vagy ismét felkeltél, mindig ugyanaz volt, jött a verseny, veszekedések, taktika, törzsi tanács, és akinek már családja van, vagy esetleg, ha nincs is családja, de közeli kapcsolata van úgy a szüleivel, mint a társával,
az tudja, hogy mit jelent egy ölelés, egy igazi szeretet. És mikor ezt nem kapod őszintén, tehát sokszor, hogyha meg is vigasztaltuk egymást, de úgyis ott van a hátsó szándék az emberben, hogy aj, most nekem voltak olyan pillanataim, hogy tényleg azt hittem az elején, hogy a Szandi az barátom. Tehát én ezt elkövettem, ezt a hibát, hogy igenis bíztam valakibe, és ezt erre rá is fáztam, tehát az egyik kiesésem alapja ez volt. De az, amikor hazagondoltál, na vajon mit csinálnak, vajon hogy van, az nagyon kemény volt. Amellett, hogy éhes voltál, és kellett menjél ismét versenyezni abban a nagy melegbe, nem voltál lefürödve, és még a szeretteid sincsenek ott, ez nagyon megviselt az embert. Volt, aki jobban bírta, volt, aki kevésbé bírta. Hát én a kevésbé nem bírós típushoz tartoztam. Érdekes, hogy pont a játék közepénél volt egy ilyen. Az elején nem volt időd vele foglalkozni, mert akkor ismerted meg a társaidat, a szigeted, versenyek, ez olyan új volt. A végén meg már abba kapaszkodtál, hogy minél tovább maradj benne, akkor már nem akartál rájuk gondolni. Jó, jött a naplementes, azért mindig eszünkbe jutottak. Tehát olyan pillanat nem volt szerintem, hogy volt olyan reggel, hogy akartam behozni a kicsinek az arcát, és nem ugrott be. Így azon sírtam, hogy nem ugrik be Bulcsúnak az arca. De a játék közepénél, mikor már szigetet is cseréltünk, akkor már úgy voltam vele, hogy mindjárt kell menni haza, mindjárt haza lehet menni még, tehát ugye míg volt az egyesülés, addig még haza lehetett menni, utána már nem, mert a többiek maradtak szavazni. És akkor ilyen két szék közt voltál, hogy most végigcsináljam, és nem tudom, meddig maradok benne, lehet, hogy két hetet csak úgy kinnülök, vagy pedig most itt kiesek, és megyek haza a családomhoz. Tehát az egy, nekem a 17. napon volt, 17-18. napon volt, az ott látszott is, ott eléggé sírdogált, amikor a Dávid az többször felvakart, a Dávidnak volt egy ilyen kisugárzás, hogy mindenkit fel tudott állítani. Még az ellenségeihez is úgy tudott szólni, hogy valószínűleg ezért is nyerte meg a Survivor-t, hogy az nem volt se bántó, se túlnyálas, úgy elmondta szépen ép érvekkel, és akkor így néztél ki a fejedből, hogy tényleg többünket, úgy a Vikit, mint a Kittit is, engem is, többször a Gábort is vakart azért össze a Dávid, hogy ez nem így működik, gyerekek, ez egy verseny, ennek megvan, hogy meddig fogunk, nem leszünk itt még a világ, és két nap, és akkor elgondolkoztál, és másnap felébredtél, még ittál két kort vizet, vagy két flakonnal, azzal felfrissültél, és mentél tovább. De nehéz, ez a legnehezebb. És mi történt a show után? Vannak-e következtetések, tanulságok, levezető gondolatok? Hiszen nem könnyű visszanézni, elemezni azt, amin már nem lehet változtatni. De megtehetjük, hogy a hétköznapokra szóló tanulságokat látunk meg benne, amelyek tovább formálják jellemünket. Állítja Vera, aki a forgatások után az ott szerzett tapasztalatokat építi be mindennapjaiba. Amikor kiestem a játékból, vagy amikor kijöttem a versenyből, akkor tehát nagyon azt hittem, hogy én ezt nagyon jól csináltam. Ezt így kell lesz játszani, ezt így kell csinálni. Tehát ez a Survivor, meg tudom is én, ilyen nagy felhők lebegtek. És amikor végignéztem, jó, persze azért megvan, hogy a műsorban hogy vagy lehozva, de úgyis te vagy, tehát ez van. Akkor rájöttem, hogy azért vannak helyzetek, amikor jobb lett volna hallgatni. Tehát én ezt tanultam ettől szerintem, hogy tanuljak meg hallgatni, és végighallgatni, vagy egy adott helyzetet kivárni a végsőkig, és aztán levonni belőle a végső konzekvenciót, és aztán eldönteni, hogy ez hogy legyen, több nézőpontot meghallgatva, és nem előre már ítélkezni. Tehát nekem mindig az volt a hibám, tehát ez a két hónap alatt is, hogy nem vártam meg, hogy most mi fog történni, vagy pedig már hamar, túl hamar, véleményt mondtam erről, és ezen akarok javítani úgy az életem során, úgy a munkám során, hogy egyszer nézzük meg, hogy hogyan is volt ez az egész, végighallgatni azt, aki esetleg bölcsebbnek gondolja magát, vagy aki butábbnak is gondolja magát, mindenki, aki akárhogy is látod az adott helyzetet, és aztán belőle ítéletet mondani, vagy aztán felépíteni, építkezni ebből. Én ezt szeretném ebből az egészből leszűrni. És igen, a játékom során is ezt láttam, hogyha azon a törzsi tanácsom, mert nekem az a törzsi tanács a végső, amikor a Fanni elővette ugye azt az amulettet, és akkor is, hogyha
picit más oldalról megnéztem volna, és nem lettem volna én abban olyan biztos, hogy nekünk itt megvan a szavazat, és a Tomi megy. Vagy esetleg elmentem volna, és az Agilásokkal is kerestem volna egy szálat, ahol ott tényleg voltak olyan emberek, akik várták, hogy nyissunk feléjük, és nem nyitottunk, annyira biztosak voltunk magunkba, akkor lehet, hogy többet maradtam volna benne. Nem mondom, hogy sokáig, mert úgyis kiszavaztak volna, mert úgy, ahogy az erőseket szerre kirakták, úgy engem is. Tehát ez volna az én célom ezzel, ezt szeretném ezzel. Ez a legnagyobb tanulságom ebből az egészből, hogy igazán tudjak felnőni, tehát igazán felnőtté váljak, mert még mindig azt érzem, hogy még valahol valami nincs az úton, és igazán meggondoltá válok. Tehát mindig legyek meggondolt, és azután beszélgessek, mint egy érett, felnőtt, felelősségteljes anyuka, vagy akár egy tanár. A Survivor után tudni kell visszatérni a hétköznapokba. Balázs Vera, aki a műsor elődöntőjéig jutott el, ma már ismét itthon teszi a dolgát édesanyaként, feleségként, tanárként, és immár egy új szerepben is, példaképként, hiszen a tanítványai számára ő a győztes túlélő. A gyerekek például az iskolába, vagy a közeli társadalom, ami körülvesz, az nagyon sok pozitívumot kaptam tőlük, és jól esik ez nekem, viszont van egy apró csalódás a műsorral szemben, tehát az egész Survivorral szemben magammal, nem csak magammal, az egész műsorról szemben, tehát én kitűztem egy célt, hogy mit szeretnék kapni ettől az egésztől, és nagyon szerettem, imádtam minden pillanatát, de mégis valami varázs, ami volt ebben az egészben, mégis valami eltűnt. És amikor jönnek a gyerekek ilyen nagy örömmel, vagy a nénikék az üzletbe, vagy akár egy ismerős, vagy ismeretlen, tehát el voltunk csíkba úszni, vagy el voltunk vásárhelyre, vagy el voltunk, és az emberek azért megismertek, tehát jöttek, és a gyerekek is olyan büszkék voltak, hogy bejött a kisasszony a kiszolgálótól, és mondta, hogy haj, egy sztár van köztünk, és a gyerekek egy sztárral jöttünk, tehát aranyosak voltak, és mégis úgy belegondolok, és nem érzem magam se sztárnak, de szerintem, ha megnyertem volna, sem érezném annak magam, mert alapból nem ilyen vagyok. Én olyan vagyok, hogy fel a fellegekbe, és aztán supsz, visszajöttél, és itt van az életed, itt kell érvényesüljél. Nem tudom, hogy fog-e ebből előnyöm származni. Remélem, hogy igen. Viszont annyit tudok ezzel mondani mindenkinek, hogy tényleg köszönöm szépen. Tehát mindenki, aki nézett, aki félretéve előítéleteit, vagy akár ezt az egészet, ahogy mindenki játszotta, mert nem csak rólam szól ez az egész, mert sokan nagyon kígyót békát szórunk a társainkra is, ugyanúgy rám is, aki mellett mi kitartunk végig. Nem így kell nézni ezt a műsort, tehát mindenki úgy nézi, mint egy romantikus filmet, hogy na itt a végén a kettő összekerül, de nem néznek a dolgok mögé, hogy itt mi történt, és mind a 18 egy ember volt, tehát akárhogy játszott, akár tetszik, hogy Dávid nyerte meg, akár nem tetszik, akár tetszik, hogy én hogy játszottam, mindenki saját játékát felépítette, és eljutott, és valamilyen szinten mi több mint 10 000 emberből, több mint 10 000 jelentkező volt, abból 6 000-et castingoltattak le, és mi lettünk az a 18, akik bejutottunk. Valamiért minket választottak. Ha nem is tetszett ott a kanapéból otthon a chipset, vagy akár kényelmesen a konyhámból nézve ezt a műsort, hogy mi hogyan álltunk hozzá, de itt azért kemény dolgok voltak, mert kemény volt nekünk megküzdeni ezzel az egésszel. És ezek az itthoniak, akik szoktak közelebbi kérdéseket is feltenni, azért dolgok mögé látnak, többször megnéznek egy-egy részt, és rákérdeznek közelebbi kérdésekről, tehát ami bentebbről érint, azok tudják, hogy azért ez egy kemény dolog volt. És a kis rajongóim, nekem a gyerekek azok, ahogy a szünetbe szörvájvereznek, vagy tesi órán már úgy várnak, hogy de tanárnő, de mi már kipróbáltuk, és annyit nem lehet tartani. Nekem a gyerekek azok, akik tényleg visszaadják ezt az érzést, vagy amikor hazatértem az osztályon, vagy az egész iskola, a kollégák, vagy a kollégák is, mikor reggel bemegyünk munkába, akkor már az volt, hogy na, tárgyaljuk ki az első részt. Ez olyan jól esett, de mindenki megérdemelné azt, hogy az életében, ha nem is 2 hónapot éljen át ebből, de 1 hét Survivort éljen át, amikor felnő. Mert úgy tudná igazán értékelni ezt az egészet, amikor nincs semmit, idegenekkel össze vagy zárva,
meleg van, nincs kaját, és próbáld ezt az egészet úgy fordítani a magad részére, hogy ebből jól kijöjjön. És ezt sokszor nem veszük észre, és nem értékeljük azt, ami körülöttünk van, azt a keveset, de tényleg belőlem ezt hozta ki az egész, hogy nincs ott semmi, nincs ott senki körül. Sokszor ugyanarra ébredtél mindig, ugyanarra a vízre, apád, dagály, már tudtuk, mikor jön a víz, és ismét egy nap, és ismét hozzuk ki magunkból, tedd oda a versenyen magad úgy, hogy korog a gyomrod folyamatosan, megetted azt a kevés rizset, vagy éppenséggel nem is tudtad megenni, mert már kellett indulni, de úgyis maximumot kell kihoz magadból. De sokszor ezt elfelejtjük itthon, hogy mit jelent az, hogy van egy szelet kenyér, és csak simán bedobjuk a kukába, vagy mit jelent az, hogy van nekünk egy kevés ételünk, és abból készíteni valamit, nem elfutni az üzletbe, mert nincs amiből, nincs üzlet, sincs. Úgyhogy ezeket kellene átgondolják az emberek, hogy kevésből is lehet sokat kihozni, akkor, hogyha ha értékeljük egymást, és van szeretetünk nekem, mert ezt adta a Survivor. Azon kívül, hogy nagyon sok mindent láttam. Tehát az, amit ott láttam, a Fülöp-szigeteken, a szigetek, az a sok víz, az a sok szigetek közti utazás, az ottani növényzet, dolgozni egy stábbal, vagy ezekkel az emberekkel elfogadtatni magad, mert nekem ez volt a legnehezebb, hogy hogyan tudjam az én személyiségemet elfogadtatni, és kapni egy, úgymond egy barátságot a végére, mert a Nórival vele nagyon jóba vagyunk mai napig, és nagyon sokat beszélgetünk. Két olyan ember, aki a műsor első részében, úgy gondolom a feléi, két ellenség volt, tehát fekete a szőke, két erős nő, folyamatosan oda voltunk állítva egymással szembe, és a végén ennyire kialakuljon egy barátság, és megkapjuk a közös hangot, ez is azt jelzi, hogy nincs olyan dolog, amit az emberi szív vagy a lélek nem tud leküzdeni. És itthon örülök, hogy itthon vagyok, és itthon néznek engem valaminek. Tehát az, hogy most a külföldiek tényleg mit gondolnak, az engem nem érdekel. És tényleg a gyerekek szeméből, mikor látom, hogy tanárnő a tanárnő, akkor az nekem mindent megad is. És ez nekem a Survivor. November 9-én este 7 órától került sor az idei gólyabálra, ahol a Sövér Elekszak középiskola 9-es gólyapárjai mutatkoztak be. A Petőfi Sándor művelődési házban, vidám, cirkuszi hangulatban, öltözetben várták az érdeklődőket a diákok. Cirkuszt idéző zene, mutatványok, cirkuszi öltözék és hangulat jellemezte az idei gólyabált, amelyre 5-9. Osztályos pár jelentkezett. Mielőtt a változatos próbák és versenyek elkezdődtek volna, a párok tagjai bemutatták egymást a nagy érdeműnek. Az én párom Demeter Ákos, aki az órákon elég táltos. Szereti az iskolát leginkább, amikor be sem jár. De ha mégis bevemegy, hamar jó hangulat terem. Mint láthatni, magasságáról sem híres, de ez kit zavar, így is nagyon édes. A szeme színe különleges, ha jól megnézzük, barnás zöldes. Na de ez csak előny neki, mert a csajoknak ez nagyon tetszik. A bűvész úr büszkén járogat haza, mivel a csomagfordulón van az otthona. Kicsike, de erős, a munkától nem elrettenthető, a traktora a mindene, de azért én sem vagyok a háttérbe helyezve. Varázslatos módon engem választott párjának, azaz a bűvész segédlányának. Na de hogy mi miért is jöttünk ide? Különös módon szeretjük szórakoztatni az embereket, ezzel együtt szerepelni is. A bűvész úr kiemelkedően tehetséges a mókavarázslásban, garantálom, hogy pillanatok alatt nevetni fognak. De mit látják, nem bírja
a szó nélkül, így lassan beszélemnek végéhez értünk. Egy szó mint száz, a szórakozás garantált. Az én párom Noémi, kedves egy kis teremtés, hisz mindig segítőkész. Most is ő a segédem, a gólya bálnak reménye. Kicsike, de nagy a szája, ezt ki is használja. Arszegnek a lakósa, ő ezt nem tagadja. A laska sirítő a barátja, de a mosogató rongyot utálja. Kedvenc elfoglaltság a tanulás, nehogy állígyék, inkább a lazulás. Vece neve Böske, a kémia órák gyöngye. Táncos lábú Noémi, s a népzenét is szereti. Lassan beszéden végéhez érve, elmondanám a mi kis jellemzőnket. Ketten jöttünk édes egyet, ketten nem érünk meg egyet. Az én párom Ranc Barna, kinek a kivételes a humora. A bockodás mellett matek felmérőket újra javítani is szeret. A legjobb barátja Bence, aki a sakkban erős ellenfele. A Real Madrid a kedvence, életét a focinak szentelte. De aki Barnit nem ismeri, az most bizony megteheti. Megbánni senki se fogja, garantált mindenki mosolya. Az én párom, Sövi Reműke, a cirkusz egyik kedvence. Ha feláll a színpadra, tudását bizony megmutatja. Emlő egy vicces csajszí, kinek humora eredeti. Legjobb barátnője Ramona, kivel órák hosszat papolna. Emlő szeme nagyon nyerő, hangja is elbűvölő. Hobbija a rajzolás, jól csinálja, nem vitás. Imád zenét hallgatni, az új trendeket ismeri. Úgy szereti az iskolát, mint kecske a jó éles bicskát. Szereti a mateket, főleg az egyenlő oldalú háromszöget. Könyveket is sokat böngészi, de van, hogy a gusztiba az időt elüti. Ismerjék hát meg emőt, garantált a jókedv derül. A versenyt vállaló gólyapárok 8 feladatot kaptak, melyek között volt lufi hajtogatás, célbadobás, zsonglőrködés, lovaglás és díjugratás, valamint egy közös produkció is. A feladatok egy igazi cirkuszi műsorhoz hasonlítottak, sok mókával, nevetéssel. Gratulálunk! A gólyapárok produkcióit háromtagú zsűri értékelte. Balázs Veronika, Köllő Emese és Jakab Bálint Márton pedagógusok a diákok gyorsaságát, eredetiségét, kecsességét, kreativitását értékelték az egyes versenyszámok alkalmával. A ma esti díjazás során nagyon nehéz dolgunk volt, ezt tudnotok kell, hiszen mindenki fenomenálisan teljesített. Nem volt olyan, hogy na ez... nem csinált semmit, vagy esetleg nem volt valamilyen jó teljesítményetek, nagyon nehezen döntöttünk. Mindenki második helyet írt el, ezt tudnotok kell, nincsen harmadik, negyedik dicséret, mindenki második helyet írt el, és az a párosunk, akit kiemelkedőbbnek találtunk egy picivel, mivel kell legyen egy első helyezés,
azok Csiki Renáta és Vizoli Alpár. Megírtuk a bemutatkozó szöveget, majd próbáltunk a feladatokra, gyakoroltunk. Elég kevés idő volt a feladatok begyakorlására, egy kicsit későn kezdtük komolyan venni ezt a dolgot, de hát megnyertük, örülünk. De az utolsó feladat az nagyon meglepő volt, mert egyáltalán nem hozták szóba, és nem is mondták, hogy mit kell csinálni. Az volt az egyedül, ami meglepett minket. Mi nem számítottunk rá egyáltalán, hogy megnyerjük, de örvendők, hogy megnyertük. A rendezvény sikere a végzős diákok és a 9-esek közös munkájának eredménye, hiszen mindannyian egy közösségként dolgoztak, ötleteltek és hozták létre az előadást. Erre igazából közösen készültünk a 12. osztállyal, és nem mondom azt, hogy nagyon nehéz volt a készülődés, minden rendben ment, addig volt baj, ameddig kitaláltuk a témáját ennek az egésznek, hogy mit csináljuk, hogy csináljuk, mi legyen a témája, és élveztük az egészet, tehát mindenki úgy becsülettel dolgozott vele, ez egy közösség, egy osztályközösség, és tényleg minden úgy ment, ahogy elterveztük. Úgy gondolkoztuk más témákba is, de az, hogy vicces legyen, élvezhető legyen, meg minden, úgy hirtelen beugrott, hogy cirkusz. Miért nem lehet egyet cirkuszolni? És akkor így kialakult ez a téma. Szerintem sikeres előadást tudtunk produkálni. Aktuális témák, aktuális problémák, tervek, célok, elképzelések Hargita megyében. A Hargita Stúdió által készített aktuálisban ezekről beszélgetek meghívottaimmal. Tartsanak velünk hétről hétre, legyenek tájékozottak! Tudósítások, beszámolók, Hargita megye legfontosabb eseményeiről, rövid portrék, Hargita megye legérdekesebb embereiről, eredmények, Hargita megyei emberek, vállalkozások, szervezetek munkájának, kitartásának gyümölcsei. Ezekről számolunk be a Hargita Stúdió hetente jelentkező magazin műsorában. A borvizeiről híres borszéket, az unitárius templomának köszönhetően egyedi homorult karácsonyfalvár, a fesztiváljaival ezer meg ezer turistát vonzó Csíkszeredát, és még sok más Hargita megyei települést mutat meg önöknek a Hargita Stúdió stábja. Látogassanak velünk, ismerjék meg Székelyföld szépségeit! Ragaszkodunk hagyományainkhoz, de nyitottak vagyunk az újdonságokra is. Ez jellemzi leginkább a mai székelykonyhát. Hagyományos, jó ízű ételek, régi, már-már elfeledett receptek alapján, házias ízek, új trendek és konyhai technológiák, mindezt követhetik a Hargita Stúdió stábja által készített Székelykonyha magazinban. Tartsanak velünk hétről hétre!